Jó estét, sziasztok! Ma új mesét kezdünk, új mesekönyvet. Lakner Artúr Édes Mostoha című regényét fogom felolvasni fejezetenként. Ez egy nagyon szép, romantikusnak mondható történet. Egy kislányról szól, de majd meglátjátok. És ami az érdekessége, hogy elsősorban nem is regénynek íródott, hanem színpadi műnek. Úgyhogy van ennek egy, már több színpadi változata is, de Lakner Artúr, aki annak idején a Lakner bácsi néven híresült el, volt egy gyerekszínháza, a gyerekeket képzett. Ő írta, és sokfelé játszották, nagyon sokfelé játszották, a mai napig játsszák különböző feldolgozásait. Legutóbb, ha jól tudom, akkor Budaörsön mutatták be. Na, akkor nézzük. Első fejezet, a Hargitai kúria. A Hargitai család gyönyörű parkjában még a virágok is szomorúbbak, mint máshol. Hiába ragyogott a nyár, hiába kék lett a felhőtlen ég, mély levertség ült a virágokon, fákon, embereken. Talán a rigók sem úgy füttyentettek ezen a nyáron, mint tavaly, amikor még élt a házúrnője. Mintha a jó kedvet is eltemették volna vele, ott lent, a park végében, ahol a Hargitai család fehér, márványkövekből épült sírboltja állt. Fiatalon, alig 27 éves korában ment el ebből a világból, árván hagyva egyetlen kislányát, az égszínkék szemű Erzsikét. Nem is harsan föl azóta boldog jó ízű nevetés a nagyházban. Pedig ezelőtt vidám élet honolt errefelé. Csupa mosolygós ember forgolódott a tágas épületben. A kert virágai is szebb színekben pompáztak, s talán a nap is melegebben simogatta sugaraival a földet. A parkban, amely a Hargitai kúriát valósággal körülölelte, volt egy kis lugas. A házasszonya a legszívesebben ott tartózkodott, ebben a hangulatos fészekben, amelynek oldalán fürtös lila ákácok kandikáltak be. És a kis Erzsikének valahányszor édesanyját kereste, mindig ide vezetett az útja. Megölelte, megcsókolta és kérő szóval fordult hozzá. Anyukám, mesélj valamit! Hiszen már minden mesémet ismered, mosolygott szeliden fiatal Hargitai né. Nem baj! Olyan szépek, hogy szívesen meghallgatom mindegyiket, akár százszor is. Na jól van, Erzsikém, hát melyiket mondjam el? Erzsike gondolkodás nélkül vágta rá. A jégország meséjét. Azt szeretem a legjobban. Az édesanyja gyöngéden megsimogatta Erzsike aranyhaját, és bólintott. Jól van, kislányom. Ha annyira szereted, elmondom még egyszer. Erzsike beszédes nagy szemét várakozást teljesen emelte édesanyjára, és szinte leste a szavakat. Egyszer volt, hol nem volt. Volt valahol egy ország, amelyet mindig csak hó és jég borított. Lakosai fázósan húzódtak mindig a kályha mellé, és reggelenként hiába néztek ki reménykedve az ablakon, amelynek jégvirágait meleg leheletükkel tüntették el, odakint megint csak a végtelen fehérség tárult szemük elé. Így ment ez nap-nap után. Jégország lakói nem ismerték a tavasz szépségeit, amikor csodálatos színekben pompáznak a fák, és édes illattal telített a levegő. Nem ismerték a nyarat, a nap forró sugárzását, az érett gyümölcsöket, és nem ismerték az ezer színben csillogó őszt sem. Csak a telet. Mindig csak a telet ismerték. A hulló pelyheket és a süvítő szelet. Jégország lakói tele voltak szomorúsággal, és egy szép napon küldöttséget menesztettek a hideg ország uralkodójához, 18. Zúzmara ő felségéhez, és megkérték, tegyen valamit, hogy jégország lakói is megismerjék a tavaszt, a nyarat és az őszt. Jégország uralkodója meghallgatta a küldöttség szavait, és maga is szorgalmasan bólogatott a kívánságokhoz. És már másnap cselekedett is.
kiáltványt intézett népéhez, és ugyanakkor sítalpas, sebesen járó futárokat küldött a szomszédos országokba is, hogy vigyék szét a hírt. Aki megszabadítja jégországot az örökös hótól, jégtől és csontot hasogató széltől, az 18. Zúzmara őfelsége magas jutalomban részesíti. A király felhívásának meg is volt a hatása. Hegyes süvegű mágusok érkeztek jégországba, és fogadkoztak, hogy Zúzmara király őfelsége birodalmát megszabadítják az örökös téltől. Hatalmas mágiákat raktak, magasan lobogott a tűz, a lángnyelvek szinte az eget nyaldosták. Roppant körzetben írtózatos meleget fejlesztettek, azonban sem a hó, sem a jég nem akart elolvadni. A mágusok tanácstalanul néztek, és rövid tanácskozás után határoztak is, hogy 7 nap és 7 éjszaka nem hagyják kialudni a tüzet, addig majd csak megolvad a télbirodalma. És 7 nap, 7 éjszaka lobogtak a mágiák. A hó azonban még magasabb rétegben rakodott le, a jég pedig még keményebb lett, mint azelőtt. A mágusok feladták a további kísérletezést, és elhagyták Zúzmara király országát. Nem sokára a másik vállalkozó érkezett, aki csapatnyi embert fogadott fel, és mindegyiket ellátta lapáttal, meg csákánnyal, és megkezdte a nagy munkát, hogy jégországból ellapátolja a töménytelen havat. Feldarabolja és megolvassza a rengeteg jeget. 3 napnál tovább nem bírta a próbálkozást, mert kiderült, hogy amennyi havat nappal eltakarítottak, éjszaka 2-szer annyi hó hullott az égből, a csákánnyal szétvett jégtükör pedig újra összefagyott, és kezdhették előről a munkát. Szegény Zúzmara király kétségbe esetten fogadta a második kudarc hírét, és döbbenten gondolt arra, hogy jégország borzalmas varázsát senki sem tudja megtörni. Nagy gondja baja közepette, egy fiatal lány jelentkezett az udvarnál. Fiatal volt, csillogó szemű, tiszta tekintetű. Szeméből, arcából, egész lényéből végtelen jóság sugárzott. Felséges uram, szólalt meg csengő hangon, ha úgy akarod, megszabadítom országodat az örökös jégtől és hótól. Vagyonom fele a tiéd, ha sikerül. A leány szeriden mosolygott. Nem a jutalomért teszem, felséges uram, hanem hallottam, hogy bajban van az országod, és elhatároztam, hogy a segítségedre sietek. És igazán csodát tudsz művelni? Jöjj velem, felséges uram! 18. Zúzmara király leszállt a trónusáról, amelyet hatalmas jégcsapok díszítettek, és bundájába burkolozva megindult a fiatal lány mellett. A főváros legszebb utcáján indultak meg, és az idegen leány mosolygos arcával hol jobbra, hol balra tekintett. De ahová elhatolt a szemesugara, csodák csodája, olvadni kezdett a jég, a hó. A nagy jégcsapok hangos koppanással hullattak a földre, a hó megolvadt és patakokban folydogált tovább. Amikor pedig a befagyott folyó hídján haladtak keresztül, és az idegen leány letekintett a jégpáncélra, amely a folyó tükrét már ember emlékezet óta elrejtette, lám a jég hangos roppanással megpattant. Táblákra oszlott, és a folyó felbukkanó vize magával sodorta ezeket a jégtáblákat. Az idegen leány mosolya azonban nem csak a jeget és a havat olvasztotta meg, nem csupán a süvítő szelet folytotta el, hanem amerre mentek, s akivel találkoztak, minden embert megváltoztatott. Asszonyok, férfiak, öregek, gyermekek, ha találkoztak az idegen leány mosolyával, mintha más emberekké váltak volna. A meleg bunda, kabát, kendő lekívánkozott róluk. Egész testüket jóleső bizsergés járta át. A tél hidege, a fagy, amely megülte a szívüket és egész életüket, mintha egy csapásra eltűnt volna. 18. Zúzmara király egész birodalmát bejárta az idegen lánnyal, és ahogy vége volt a nagy országjárásnak, mindenki ámulva látta, hogy virágba borulnak a fák, a metszőszelet enyhe fuvallat váltotta fel, és az emberek komor, hideg arca kipirosodott és felvidult. A király látta ezt a csodálatos változást, és nem tudott hova lenni örömében. Odafordult az idegen leányhoz, és megkérdezte.
Ki vagy te, aki leolvasztottad a jéggúnyát egész országomról? Az idegen leány csendesen mosolygott. Én, felséges uram, a szeretet vagyok. Erzsike ismerte már a mesét. Mégis őszinte elragadtatással hallgatta. Nyakába ugrott édesanyjának is összecsókolta. Milyen gyönyörű volt! Aztán egyszer csak mindennek vége szakadt. A fiatal hargitainé lelke elszállt, mint egy halk sóhajtás. Azóta minden megváltozott. A kis Erzsikének ajkára fagyott a mosoly, nem veri fel gondatlan jó ízű kacaja hargitai házat. Annál gyakrabban hallani azonban Ibolya asszony éles parancsoló hangját. Hé, naplopók! Ha pillanatra nem nézek oda, azonnal megáll a munka! Ilyenkor Sári, Kati és a többi alkalmazott riadtan rebben szét, mint amikor héja kering a gazdasági udvar fölött, és a tyúkok, csirkék, kacsák biztos fedél alá igyekeznek a ragadozó madár elől. A ház úrnőjének halála óta Ibolya kisasszony kaparintotta magához a hatalmat, és ezt annál könnyebben megtehette, mert tulajdonképpen a gazda Hargitai András mostanában többet élt Pesten, mint idehaza. Hargitai ügyvéd volt, és egyidejűleg a kerület képviselője is. És amióta a felesége meghalt, többnyire mások ügyeiben fáradozott. Többet foglalkozott a választópolgárok dolgaival, mint a saját birtokával. Valósággal elmenekült otthonából, ahol minden az eltávozott kedvesre emlékeztette. Még a kislányát, Erzsikét is csak ritkán látta. Amikor néha-néha mégis megjelent a családi házban, gyengéden megcírogatta Erzsike selymes haját, kérdezett tőle egy-két szót, de a kislány feleletét talán már nem is hallott. Így azután Ibolya, a megboldogult édesanyja távoli rokona lett a kúria és a gazdaság teljhatalmú úrnője. Aki azonban azt hiszi, hogy a név jellemző a viselőjére, az nagyon téved, mert bizony Ibolya korán sem volt olyan szerény és bájos, mint az Ibolya. Száraz alakjával és örökké gyulladt szemével inkább kóróhoz hasonlított. Most is, ahogy erőteljes léptekkel lesietett a verandáról, és elindult a gazdasági épületek felé, mindenütt bajt és hibát szaglászott, hogy lecsaphasson sipítozó hangján. Te, Maris! Kiáltotta egy lányra, aki kislibáknak való apróra vágott zsenge csalánlevelet vitt a kötőjében. Szedd jobban a lábat, mert úgy hátba váglak, hogy Pestig repülsz! A lánya milyen gyorsan csak tudott elinalt. De Ibolya kisasszony figyelmét akkor már az egyik béres legény vonta magára. Mit akarsz azzal a gerebjével? János, a béres legény alázatos hangon válaszolt. Péter bácsi megparancsolta. Mit parancsolt Péter bácsi? Egyáltalán ki parancsol ebben a házban rajtam kívül? Megmondtam, hogy fogj be, és hozd el a permetező készüléket az állomásról. A legény visszafordult az istálló felé. Ibolya egy vasalót lobáló lány kapott el azután. Nem látod a kertészt? Ahú, van a mosóház mögött, mondta a lány, aki örült, hogy baj nélkül megúszta a dolgot. Ibolya kisasszony megindult a jelzett irányba. De ahogy a mosókonyha mellett elkanyarodott, megállt, mint akinek gyökeret vert a lába. Két szemöldöke egészen a haja tövéig húzódott, mert ugyancsak ritka látványban volt része. A kertben két vén almafa alsó vastagába között ruhaszárító kötél volt kifeszítve. A kötél egyik végén még ott lógtak a szárításra kitett fehér nemük, a másik felén, ahol már nem volt ruha, egy mulatságos képű ember egyensúlyozott, mintha csak a cirkuszban mutogatta volna magát. Egyik karja teli volt a már leszedett fehér neművel, a másikkal olyan mozdulatot tett, mintha hívta, csalogatta volna Ibolya kisasszonyt, hogy csinálja utána a nagyszerű mutatványt. Lent a puha pázsiton Pici, a kertész kutyája feküdt, és félszemmel elégedetten pislogott a gazdájára. Pillanatokig tartott, amíg Ibolya kisasszony magához tért a meglepetéséből. Mit csinál maga szerencsétlen? Tört ki belőle a csodálkozás. A munkás ember a bal lábát óvatosan fölemelte és hátrahajlította, ugyanakkor egy lábon imbolyogva előrehajolt, s mialatt a kötél veszedelmesen jobbra-balra hintázott, a szabad kezével felkapott egy inget. Mikor újra egyensúly helyzetbe került, a világ legtermészetesebb hangján válaszolt.
Azt tetszett parancsolni, hogy szedjem össze a megszáradt fehérneműt. Vén bolond, kiáltotta Ibolya, azt hiszi még mindig a cirkuszban van. Kertésznek szegődött ide, vagy kötéltáncosnak? A kertész, mert ő volt a fura férfiú, vidáman lehuppant a fűre. Színlelt, alázattal mondta, hiába, a művészet utáni vágy nyugodni nem hágy. Jobban vonz, mint a lágy, jól megvetett ágy. Ne locsogjon, inkább locsoljon, ostoba pojáca, mert kiszárad a Párizs. Pázsit! Frici, a kertész, gúnyos mosollyal hajolt meg, aztán fölvette az öntözőkannát, és támolyogva megindult. Pici a Foxy utána somfortált, de így Ibolya kisasszony éles szemét semmi sem került el. Hallja, kiáltott utána, részeg maga, mitől tántorog? A kertész vigyorgott. Kérem, kisasszony, én a szilárd földön mindig elvesztem az egyensúlyomat, csak a kötélen érzem biztosan magam. Ne féljen, a végén kötélre kerül, mormogta Ibolya. Kertész úgy tett, mintha nem hallotta volna az utolsó megjegyzést, füttyentett a kutyának, és elégedetten mormolta. Jól felmérgesítettük a kisasszonyt, igaz, Pici? Ha nekem ilyen Ibolyám lenne, óriási könyvbe tenném, és lepréselném. Na, hát ez volt az első fejezet az Édes Mostohából. Holnap találkozunk, és meglátjuk, hogy hogy fordul egyre jobbra a kis Erzsike története. Sziasztok!